Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok srácok! A mai videó egy utazós blog lesz tőlem, aki amúgy nem szokott utazni, és egyébként nem is igazán szeretek videózni a saját kis műhelyemen, telkemen, kis területemen kívül. Ez egy érdekes travel blog lesz, de remélem, hogy lesz olyan jó, mint egy Harry Kettner videó, mert legalább olyan magas vagyok, mint ő. Mondjuk Teslám nincs. Még. Úgyhogy kezdjünk is bele, irány a reptér! Hát nem mostanában repültem utoljára, de akkor már mint minden rendes travel blogger felvettem azt, hogy nézd, olcsó repülő, nézd, budget jegy. Mindeközben észrevettem egyébként, hogy fejlődik az ország is és a repülőtér is. És jól látszik, hogy már van töltőajt elektromos repülőknek is. Beszállás közben megkapta a pilóta az élőállós CMR-t, aztán caflathattunk fel a lépcsőn, mert hát mégiscsak budget airline. A felszállásról nincsen videó, mert őszintén szóval lusta voltam megcsinálni, majd a leszállásról lesz. Amíg én itt elröpködök, addig azért elmondanám, hogy követtem egy hatalmas nagy hibát. Ugyanis vásároltam egy ilyen egyszerű kis hama Bluetooth fülest, mert ugye hát a jackdugó az most már nem járja. Én muszáj átvételnem a kábeles fülesről ezekre a fantasztikus Bluetooth earbudsokra. Hát igen, valami Apple koppintás. Ne vegyetek ilyet! Ez egy szar, ez egy orbitális fos, gyakorlatilag egy nulla. Itt van, tessék, part number. Ne! Semmiképpen! Ilyet ne vegyetek! Ez egy szar! Ezeket el kell pusztítani! Azért mondjuk lehet, hogy az aksiját kiveszem. Oh yeah, egycellás lítium aksi plusz töltő áramkör. Ez jó lesz még nekünk valamire. Hát ez nem ért meg 10.000 forintot. Na de, vissza a travel bloghoz. Angliában megvoltak az első kulináris körök, amely igazából egy angol reggeliben merült ki. Igen, az IKEA-ban, mert éppen ott tudtunk enni egy jót, de semmit nem vont le annak élvezeti értékéből. Majd következett egy autentikus fish and chips élmény, amelyet igaz, hogy nem elviteles helyen, de egy tengerparti kis városkának a gyakorlatilag a vízparton lévő elviteles és kisbeülős részre rendelkező kis kajáldába ejtettünk meg. Alakul ez az angliai kiruccanás. Sajnos egy pár programon le kellett mondanom, amivel az első fantasztikus fish and chips élményem után egy napig fetrengtem egy ilyen hányos fosós témában. De azon kívül nagyon jó el vagyunk itt, és nagyon szép épületek van körülöttünk, tele angol emberekkel, tele angol autókkal, mindenféle fajta rossz kormányú, meg rossz oldalon közlekedő gépjárművel, és egyébként pont találtunk itt egy nagyon faszak is elvivendőt. Csak így hever az út szélén egy E30 kombi, telepakolva, szeméttel. Most nézd meg, Anglia. Viszont, igen, elég szeles idő van, nyilván Angliáról beszélünk, viszont ami viszont összejött program, meg fogjuk nézni a This Museum Is Not Obsolete nevű helyet, ami szembetörnek a Lukman No Computer tatorral tulajdonosának. Jaj, ez a rohadt szél. A múzeuma, mindenféle zenei témákkal, és mellette a mikromúzeumot. A mikromúzeumot úgy néz ki, beszoptuk. Sajnos nem néztem meg a honlapjukon, de ja, húsvéttól nyitnak. Nem baj, majd legközelebb egyszer, talán. Zenei zajkeltő, de orvon a gyakorlat, vagy csak Gameboy-ok talált. És nem tudom, működik-e. És mindez persze csak Gameboy-ok talált. Kurva jó. Állat. Hát, még minden is befejezve, hogy nem csak nálam vannak befejezetlen dolgok. Thank you.
it's engaged now. Oh, I'm sorry. I don't know what's going on. It's some another thing I've got to fix. Have you tried calling? You called from that one on the top. Yeah. Oh, wait. Have you tried calling that? Tech mode. So that's flying. I tried the tech mode. Yes. It works fine. Oh yeah. Ingyen tudsz a legjobb tudsz, nem igaz? Kirakom a műhely falára. Volt egy kis városnézés is Ramsgate-ben, láttunk pótlakot is csak vízen, mert körbenéztünk egy érdekes kis régiségboltba. Az árak azok sajnos nem az én pénztárcámhoz voltak szabva, de nyálat csorgatni lehetett, ami tök jó. Volt mellette egy V8-as Rover is, ami szintén nagyon tetszett. Emellett a parkolóban még gyorsan megcsodáltam egy Morgan Freewheelert, ami nekem az egyik állóautóm, nagyon-nagyon tetszik. Imádom az ilyen háromkerekű törmedvényeket, csak sajnos egyelőre még nem az én árkategóriám, de majd meglátjuk. Egyszer. Talán. És hát mivel mással koronázhatnánk meg egy angliai kirándulást, mint hogy elmegyünk egy car boot sale-re, ami a bolhapiac csak angolul, és körbenézegetünk egy helyi bolhapiacon. Túlnagypiac nem volt, mert hát bőven-bőven szezon előtt mentünk, mert úgy olcsóbb, meg így jött ki a lépés. De azért láttam egy-két érdekes dolgot, mint például egy házi készítésű mini kompresszort. Emellett meg hát nem úszta meg vásárlás nélkül. Perfect. Thank you. Have a good day. Ennyit erről még semmit. 8 mm-es kazettás, viszont forgatható az egész. És ebből semmit nem fog hallani, mert szélzaj. Látom még egy Previát is, ami emlékeztetett az én kis Previámra, ami most már Togóban rója a sivatag útjait, szállítva az ottani embereket, mint taxi. Maga piac megfelel egy osztrák vagy bármilyen rothadó nyugaton lévő bolha piacnak. Láttunk itt félbetört TikTokos karriert, antik cuccokat, ruhákat, játékokat, műszaki cikkeket. Találtam még egy police boxot, ami sajnos hiányos volt. 50 pennyért megérte volna, de már nem fért el a táskámban. És következett a hazaút, amit már rendes vloggerként fölvettem nektek. Nagyon kellemes kilátás volt a felhők fölött lemenő napra. Szerencsére viszonylag jó idő volt, és meg kellett állapítanom, hogy amennyire nem szeretem Budapestet, meglehetősen jól néz ki kivilágítva egy repülőről. Minél messzebbről nézzük, annál jobban néz ki. Ahogy láttátok, nem jöttem haza üres kézzel. Persze már mennyi befért a Ryanair-es kistáskába. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit lootoltunk Anglia-liban a bolha piacon, meg máshol is. Elsőként itt a 1222 Performance VCO, ami megtalálható egyébként a Lookmam No Computer Shopba is. Ez egy 2019-es panel, ami szerintem csak úgy megmaradt. Bele volt téve az ingyen elvihető kupacba, én meg kapva kaptam az alkalmam, mert potyázni tök jó. És akkor már miért ne? Előbb-utóbb fogok csinálni a jogi szinti modult, mert miért ne, ha már egyszer legyen nekem is egy Lookmam No Computer modulom. Igaz, hogy nem azt, amire ezt kitalálták, hanem valami más fogok megvalósítani. Ugye szerintem itt a hátoldalát fogom használni. Today I bought 100 tins of beans in case of supply issues. Imádom, azt látod meg a humorát. Úgyhogy ez mindenképpen egy hatalmas loot, meg barom jó, hogy járhattam a múzeumba, és hát eltekintve attól, hogy nagyon-nagyon rosszul voltam, nagyon jó élmény volt. Emellett pedig egy ilyen piros pólót is sikerült szerezni, sajnos csak ez volt a méretemben, mert hát ugye szezonon kívül voltunk, de majd rendelek egy másik mintát is, mert van egy-kettő, ami nagyon tetszik. De nem csak ott lootoltam, hanem bementünk a Pound Stretcher nevű boltba, az igazából ilyen egyfontos bolt, és olyat találtam, amit nem hagyhattam ott. Hát ez nagyon jó. Back to the Future bögre,
ilyen hőre kivilágosodó, vagy hőre adja ki a mintáját. Kockabögre, gyerekek! Jó, hát ez egy ilyen kis, tehát hogyha forró vizet öntök bele, akkor itt előtűnik a DeLorean. Nagyon fasza, ez egy kis érdekesség. Oda de néz, 3 fontért, ez abszolút megérős téma volt. Nagyon tetszik. Mondjuk, hogy inni hogyan lehet belőle, talán itt azért valamennyire lehet, de megkérdőjelezhető a hasznossága, de a menőségfaktor nagyon ott van a toppon. Nagyon tetszik, nagyon menő! Bár néhány ruhadarabot fel kellett áldoznom azért, hogy ez beférjen a táskába. Volt néhány fölös póló, ki kellett volna őket mosni, tehát úgyis vettem volna helyette másikat. Meg hát, ha már bolhapiacon jártam, vettem ezt a Sharp VL A111-es kamerát, ami egy ilyen kis elforgathatós kamera a 2000-es évekből, ami nagyon-nagyon menő. És hát már kibeleztem az aksiát, és most megnézzük, hogy ez most működik-e. Hol raktam az aksiát? Itt látható ez a kis döglött lítium akkumulátor, ezt én már itt kikábeleztem, úgyhogy van nekünk egy pozitívunk a fehér csíkos kábel, és egy negatívunk a fekete. És megnézzük, hogy a kamera működik-e. Lássuk csak. Kevés volt neked? Aha, kevés volt neked a tápfeszültség. Zsír. Akkor, elvileg, most WC-re, most kamera. Na. Meg vagyunk. 2002-t mutat a cucc. Az viszont nagyon jó, mivel eddig még nem volt működőképes H8-as kamerám. És elvileg van benne valami kazetta is. Ó, szuper, mert ilyen H8-as kazettám van, csak még nem volt eddig hozzá kamerám. Ami nagyon tetszik. És nézzük, hogy mi van a kazettán. Play. Valami karácsonyféle családi. 12-25, igen, ez pont karácsony 2005-ben. Szerencsére úgyse nézik a videót valószínűleg, úgyhogy nem fognak magukra ismerni, de ja, karácsonyi videó. Ami azt jelenti, hogy működik a kamera. Működik a magnója, úgyhogy azt hiszem, megvan a következő Full HD kamera, H8-as edition. Na srácok, egy újabb retro kamerával bővült a gyűjtemény. Nagyon örülök neki, hogy végre van egy működőképes H8-as kamerám, és akár lehetne a következő ilyen nem konvencionális travel blognak a kamerája. Mert az tök poé lenne. Mert úgysem tudok amúgy travel blogot csinálni, akkor miért ne csináljam szar minőségbe, szar felbontásba, és tettetném, hogy 2002 van. Na jó, minden esetre ez egy nagyon poén kis kamera, lehet lesz róla egy külön videó, meg kéne csinálnom neki egy akkumulátort, mert láthatok, a saját aksia az döglött. Úgyhogy ez egy jó vásár volt 2 fontért, és hát a következő travel blogot valószínűleg ezzel az iPhone 11 Pro-val fogom fölvenni. Nem ezt használom főtelefonnak, mert nem megy nekem ez az iOS, viszont kecsételen, hogy a kamerája nagyon fasza, és sokkal jobban elfér a Ryanair-es kis tatyóba, mint az a nagy kamera ott. Mert hát ez jól látszik, hogy hát ez egy kicsit méretes, és hát a táska nem túl nagy, amit engednek a repülőre, mert persze csóróság van, úgyhogy nem fogok fizetni 10 000 forintot, azért fölvigyek egy kis bőröndöt. Marad az iPhone téma. De egyébként szerintem, hogyha a Lumix lekönyököl, én átállok iPhone-okra, egyszerűbb. Meg persze itt van ez a szép Nice új kamerám. Tök jó, lehet forgatni. Imádom. Nagyon tetszik. Meg kellett volna vennem azt a másikat is, ami ott volt mellette. Na mindegy. És nézd meg, hogy lemerül. Lemerül a rohadék. Nincs is más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy megnézted ezt az átlagostól kicsit eltérő videót. Én próbáltam összehozni egy olyan utazós dolgot, ami nekem tetszik, vagy nekem működik, vagy mit tudom én. Kicsikét próbáltam a komfortzónámból kilépni, és hát elég nagyon sikerült. Lehet, hogy lesznek még hasonlók, nem vagyok benne biztos, de talán, esetleg. Kommentekben várom a véleményeket, hogy ez mennyire volt vállalható tartalom. Addig is, hogyha valami érdekességet szeretnétek nézni mondjuk a YouTube-on, akkor Lookmam No Computer, és mellette a This Museum Is Not Obsolete nevű csatornát ajánlom. Tudom, szintis téma, elektrós, nincs benne autó, bár egyébként Sam-nek van egy nagyon fasza Racing Mini-e, régi mini, de ettől függetlenül egy érdekesség, én nagyon szeretem nézni, és ezért ajánlom nektek nézni, mert a YouTube-on van egy csomó olyan jó dolog, amit nem néz mindenki, pedig nézhetne. Úgyhogy a következő travel blogot tényleg ezzel fogom felvenni. Found footage travel blog. Nem is rossz.
Majdnem annyira nem rossz, mint az MHV Corporation webshop, amire lehet kattintani, ott van link a leírásban. A következő Gadgetravel videó megtalálkozunk. Sziasztok!